Velencetető irányába több mint 300 zsák szemetet gyűjtöttek össze az Oxigén Offroad Sportklub takarítási akciója keretében. Jiltnap keretében a hegyi mentők tevékenységével, a sziklamászás és az első segélynyújtás alapjaival ismerkedhettek az érdeklődők. Kulturális örökségünk gyerekszemmel Gyergyó Szent Miklóson címmel nyílt kiállítás a Vaskertes Általános Iskolában. A hírcímek után köszöntöm a fénytelevízió nézőit. A híradónkat látják május 23-án hétfőn. Szombaton a Gyergyó-Szentmiklósi Oxigén Offroad Sportklub a Pongrác tető irányába szervezett szemétszedési akciót. Bár a kezdeményezésbe kevesen kapcsolódtak be, mégis eredményes volt, hiszen meg tudták takarítani a főút melletti szakaszt. Egy újabb szemétszedési akcióra került sor Gyergyó-Szentmiklóson. Ezúttal az Oxigén Offroad Sportklub hívta a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt az eseményen, és tisztítsák meg a települést a Pongrác tető irányába. A szervezés lényeg az az lett volna, hogy Gyergyó-Szentmiklós Pongrác tető útvonal. Most elég kevés résztvevő jött el, nem éppen erre a létszámra számítottunk, de elkövessük, ami tőlünk telik. Minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb útszakaszt tudjunk megcsinálni. Ez fontosnak láttuk, mert elsősorban itt lássuk a legtöbb szemetet, és a többi ember is, akik a főúton közlekednek. És gondoltuk, hogy ez erre most már sor kerülhet, mert egy jó ideje nem volt megszervezve. A takarításba 35-en kapcsolódtak be, ennek ellenére sikeres volt a kezdeményezés, hiszen néhány óra alatt összeszedték a főút mellett elhagyott szemetet. Több mint 300 zsákot töltöttek meg az eldobált hulladékkal. Emellett pedig autógumi, spoiler, WC, két televízió is hevert a forgalmas út mellett. Árdelián Emil elmondta, ha lettek volna legalább 70-en, akkor meg tudták volna tisztítani a hátsó utat is. Remélik, hogy legközelebb többen bekapcsolódnak a szemétszedésbe. Az Oxigén Offroad Sportklub nemrég alakult, de szeretnének bekapcsolódni a helyi közösségi életbe. Tavaly év decemberében alakultunk meg hivatalosan. Hát ez egy baráti kör, Isten igazából. Vannak most már komolyabb bocska terveink, és így a jövőre nézve szeretnénk lehetőséget nyújtani arra, hogy többen is élvezhessék az offroadot, megismerhessék ennek a szép oldalát. Eredményes volt az Oxigén Offroad Sportklub bemutatkozó megmozdulása, amellyel hozzájárulhattak ahhoz, hogy a környezetünk tisztább, rendezettebb legyen. A népszámlálás önkitöltéses szakaszának utolsó hetébe léptünk. Május 27-éig bármilyen helyszínről vagy eszközről megválaszolhatók a statisztikai hivatal által megjelölt internetes felületen a lakosság összeírási kérdések. A népszámlálás.ro továbbra is arra buzdít minden romániai magyart, hogy töltsék ki a kérdőíveket a fennmaradt néhány napban. Pénteken délután nyílt napot tartott a Gyergyó-Szentmiklósi Dancurás Hegyi Mentő Egyesület. A rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődőkkel megismertessék a tevékenységüket, és lehetőséget biztosítsanak bárkinek kipróbálni a sziklamászást, emellett pedig az első segélynyújtás alapjait is bemutatták. A Dancurás Hegyi Mentő Egyesület nyílt napot szervezett pénteken délután a Salamon Ernő Gimnázium előtt. Az érdeklődőknek lehetőségük volt kipróbálni a sziklamászást az iskola oldalán, nyugodt, nem szélsőséges körülmények között ismerkedni a mászási technikákkal. Azt tanácsoljuk, hogy jó felkeresni egy szakembert, tehát ez most kereshet az illető hegyi mentőt, vagy vannak országos szinten hegyi vezetők, oktatók, akik külön evel foglalkoznak. Ugye egy alapszintű fizikum mindenképpen kell hozzá, és hát nem csak fizikum, hanem ugye kicsit fejben is ott kell lenni, hogy ne féljünk annyira a magasságtól, ne szédüljünk. Habár ismerünk olyat is, aki ezt, hogyha le tudja gyűrni menet közben, akkor ő is fog tudni mászni, de nagyjából ezek az alapok. A többi technikát a felszerelés használatról, alapjába véve a mászás technikáról a szakemberek megmutatják. A Dancurás Hegyi Mentő Egyesület szeretné folytatni az utánpótlás nevelő programját, és örülnének, ha lennének olyan fiatalok, akik megismerve a tevékenységüket, kedvet kapnának a hegyi mentéshez. A Dancurás Hegyi Mentő Egyesületben minden estől 17-en vagyunk. Azt kell tudni, hogy ebből 11 személy attesztált, minősített hegyi mentő.
úgymond szakember, és a fiatalokat azokat igyekszünk évről évre bővíteni, tehát bárki, aki érdeklődik a mi tevékenységünk iránt, vagy kíváncsi felénk, írhat nekünk Facebookon. Csütörtökön 7 órától szoktunk gyűlést tartani, a szerver mellett van az irodánk, ugye a bulletin osztálya szembe, oda lehet jönni hozzánk, fel lehet tenni a kérdéseket. Ugye, aki érdeklődik, azt kell tudni, hogyha valaki hegyimentő szeretne lenni. Ezt az egészet megelőzi egy, mielőtt elvégezhetni a képzéseket, egy úgynevezett kandidatúra időszak. Ez azt jelenti, hogy 2 évet tevékenykedik a csapatnál, az alatt megtapasztalja, van erre húzása, tetszik ez neki. Ez alatt az idő alatt számos technikát tanul meg, sziklamászásról, elsősegít. Tehát gyakorlatilag beletanul abban, amit mi végzünk, és hogyha szereti, ha tetszik, akkor elvégezheti az országos képzéseket is. Elkezdődött a nyári szezon, fontos, hogy mindenki felkészülten induljon kirándulni, túrázni, az esetleges balesetek elkerülése érdekében. Gyalog turizmus szempontjából mindig azt szoktuk javasolni, hogy jó utána nézni az adott útvonalnak, ahol szeretne elindulni. Tehát, hogyha szeretne egyet turázni, például ha felmegy a mi Facebook oldalunkra, megtalálhatóak GPS-trekkek, ösvényekkel, videóval, leírással, milyen hosszú az adott út, milyen nehéz, van-e forrásvíz, ezeket meg lehet nézni. Mindenkit arra kérünk, hogy igyekezzen úgymond a szintjéhez, az erőszintjéhez felmérni az utakat. Tehát aki szeretne ismerkedni ezzel, vagy most kezdi, neki ajánljuk a rövidebbeket, kezdetben csak itt a város környékén rövidebb utakra menjen. Aki intenzívebb utakra vágyik, az mehet hosszabbat, de semmiképp ne egyedül menjen. Tehát ez a másik fontos dolog, hogy legalább 2 személlyel éri megmenni. Nem árt, ha van az embernél egy kis hátizsák, némi enni, innivaló, egy szélkabát, tehát ne csak lazán induljunk el, az öltözetre jó odafigyelni, megfelelő bakkancs, hosszú nadrág, ugye ezekkel ki lehet küszöbölni azt, hogy bokaficamlást, vagy akár ugye a rovarok például kullancs, hosszú nadrágban nem olyan könnyen mászik be. Ha baleset, sérülés történik, akkor is fontos az elsősegélynyújtás. Az alapokat érdemes mindenki elsajátítsa, hiszen sok helyzetben szükség lehet az azonnali segítségre. Tusa Szilárd tartotta nyílt napon résztvevőknek szakszerű elsősegélynyújtási bemutatót. Amennyiben túrázás, sziklamászás közben van szükség segítségre, a hegyi mentőket is lehet hívni. Sokaknak a legegyszerűbb általában hívni a 112-t. Itt lehet beszélni magyarul is, tehát akik nem tudnak románul, ha beleszól, hogy ő szeretne magyarul beszélni, most már van lehetőség, hogy magyar diszpécserrel beszélgethessen, elmondja a problémáját, hol van, mi történt, van-e sérülés, nincs-e sérülés, és ez alapján ezt továbbítják nekünk a hegyi mentőknek. A másik opció az, hogy a telefont, ahogy megnyitottuk, ahol van a billentyűzet, elkezdjük írni, hogy 0, és a betűk, ahogy vannak a szálvamontot beírjuk, ez kiad nekünk egy telefonszámot, ez az országos szálvamontot fogja hívni direktbe. Az ottani diszpécser szolgálat szintén megkérdezi, hogy mi történt, van-e sérülés, melyik zónában van, és ez alapján továbbítják annak a zónának a hegyi mentőihez a hívást, ahol épp a baleset történik. Tehát ez a direktebb változat, mert a 112-ről azt kell tudni, hogy ő párhuzamban a hegyi mentők mellett riasztja még a zsandárokat, tűzoltókat, tehát ez egy nagy apparátus riaszt egyszerre. A Dancurás Hegyi Mentő Egyesület nyílt napján elsősorban a gyermekek próbálták ki a sziklamászást a Salamon Ernő gimnázium falán, de sokan voltak kíváncsiak az Egyesület tevékenységére, arra, hogy milyen esetekkel találkoznak, mikor van szükség a segítségükre, így hangulatos, ugyanakkor hasznos beszélgetések voltak a gyergyói hegyi mentőkkel péntek délután. Május 25-éig szerdáig lehet felajánlani a személyi jövedelemadó 3,5%-át valamilyen non-profit szervezetnek, egyháznak. A 230-as űrlapot az elektronikus ügyfélkapuba kell feltölteni, vagy postán eljuttatni az adóhivatalba. Az űrlapot az adóhivatal honlapján lehet elérni. Ezzel a felajánlással mindazok költségvetését lehet növelni, akik szociális, egészségügyi vagy kulturális programokat valósítanak meg. Ez a pénz nem kerül be az állami költségvetésbe, hanem közvetlenül térül meg a közösségek szintjén. Május 20-án pénteken nyitották meg a Vaskertes Általános Iskolában azt a kiállítást, mely a Hargita megyei Hagyományőrzési Központ által Kulturális Örökségünk gyerekszemmel Gyergyószent Miklóson szervezett tanulmányút eredményeként született pályamunkákból jött létre. Szakmai zsűri rangsorolta a pályamunkákat, a nyerteseket díjazták is a kiállítás megnyitó alkalmával.
A Hargita megyei hagyományőrzési forrás központ székhelyén a 12. Székelyföld napok rendezvény sorozat részeként már bemutatásra került az a kiállítás, amely most a Vaskertes általános iskola dísztermében egy 2021-es kulturális örökség témában szervezett tanulmányút gyümölcseként született. A Hargita megyei hagyományőrzési központ által szervezett kiránduláson közel 100 udvarhelyszéki és gyergyószéki 5-8 osztályos diák vett részt, akik művészettörténész vezetésével Gyergyószent Miklós és környéke épített örökségével ismerkedtek. Ezt követően készítették el és küldték be pályamunkáikat, amelyeket szakmai zsűri értékelt. A péntek délutáni kiállítás megnyitón kiderült, a Vaskertes iskola tanulói már több a Hargita megyei hagyományőrzési forrás központ által szervezett tanulmány úton részt vettek. Nagy öröm számunkra, hogy újra ha házigazdái lehetünk a kiállításnak, hiszen most már második olyan alkalom, amikor Hargita megye számos iskolájából érkeznek hozzánk alkotások. Nagyon hálásak vagyunk a Hargita megyei hagyományőrzési forrás központnak, hiszen iskolánk diákjai már több ismeretterjesztő kiránduláson vehettek részt, mint Felső-Háromszék egyik legszebb településére, Gelencére, majd Kolozsvára, Csíkszeredába, és a legutóbb pedig Csíkszentdomokosra, Adéfalvára, Gyergyószárhegyre látogathattak, ahol részletesebben megismerhették az adott település történelmi, művészettörténeti vonatkozásait. Az itt látható alkotások a legutóbbi tanulmányi útnak is úgymond a képi riportja. A kiállítást Kovács Árpád művészettörténész nyitotta meg, aki az alkotások születésének előzményeiről is szólt. Nagy öröm volt nézni, ahogy az itteniek interpretálták, vagyis visszaadták a látottakat. Ki a helyszínen választottakat készített, ki lefényképezte, gondolom olyan is van, aki majd későbbiekben a tanulmány után visszatérte ezekre a helyszínekre, amikor jövő gyermekbe utolani erről, akkor álljunk meg Csíkszentdomokoson és nézzük meg a Vanatonányi Múzeumot, és egyúttal a Madi falvi emlékület is, mind a kettő útba esett, és ezért nem csak kizárólag gyergyói látnivalók jelennek meg ezen a kiállításon, hanem a nagypüspök életéből lett jelenetek, főleg portrékon, és hát a Madi falvi emlékből is én itt tagot visszaköszön egyes tanulóknak a pecsetje, vagy a rajzszerzőára nyomán. Aztán ugyanilyen a Lázár kastély, egy emblematikus gyergyói műemlék, tehát nekünk úgy tanították annak idején, hogy az egyik legszebb erdélyi reneszánsz kastély együttes, és hát gyönyörű képek vannak itt a panón is, ami van, hát azt el lehetne vinni a világ bármely sarkára, és talán azt sem tudnánk megmondani, hogy azt egy diák, egy fiatal, kiskorú tanuló készítette, tehát még egy felnőtt képzőrészletét végzett képzőrésznek is ennek kihívást lenne. Ennyire szépen, ennyire illetően, ennyire arányosan és ilyen színekkel visszaadni. De ugyanúgy beszélhetnék az Örmény templomról, az is egy emblematikus műemléke vagy látnivalója, nem csak Gyergyószent Miklósnak, hanem Székelyföldnek, Erdélynek is, és ugyanígy a Szent Miklós templom is. A kiállításon három kategóriában láthatók munkák, festmény, grafika és kollázs. A pályázatra közel 60 munkát küldtek be a diákok, ezeket szakmai zsűri értékelte, a Gyergyószent Miklósi diákokat ez alkalommal díjazták is. A művészetek összefonódásaként a kiállítás megnyitót az iskola diákjainak népdaléneke és zongora játéka gazdagította. Lakóház gyulladt ki Gyergyó remetén vasárnap, a helyszínre a remetei hivatásos és önkéntes, illetve a ditrói önkéntes tűzoltók szálltak ki, amint egy 50 négyzetméteren pusztító lángokat sikerült lokalizálni. Sajnos a beavatkozás ellenére sem sikerült kimenekíteni a 86 éves férfit, aki a lángok következtében csapdába esett a lakóházban, életét vesztette, tájékoztat Alina Maria Csobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője.
Csíkszeredában alakult meg a Keleti Kárpátok Központi Hegyvidéki Munkacsoportja, amely Hargita Maros, Kovászna, Szucsáva, Beszterce Naszót, Nyámc és Bákó 181 közigazgatási egységét fogja össze. A hegyvidékre vonatkozó törvénykezés alapján országosan 9 ilyen konzultatív bizottságot hoznak létre. A Csíkszeredai megyeházán május 18-án alakult meg a negyedik. A Csíkszeredai megyeházán tartották a Keleti Kárpátok Központi Hegyvidéki Munkacsoportjának alakuló gyűlését, ahol elfogadták az alapszabályzatot és megválasztották a vezetőséget is. Az elnöki tisztséget Romfeld Zsolt, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság igazgatója tölti be, alelnök Florin Sinescu, Szucsáva megye alprefektusa, az eseményen pedig jelen volt Aurel Simeon, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára is. Ebből a 7 hegyvidéki megyéből összefoglalná a problémákat, átdolgozná, mondjuk úgy, hogy feldolgozza, egységesíti, és előterjeszti ezt a hegycsoport, a nagy hegycsoport bizottságnak, a országos felső bizottságnak, ami aztán később egész, tehát amibe a miniszterelnök az elnöke, és az agrárminiszter az alelnöke. Tehát oda jutna az információ és a problémák, javaslatok és konkrét törvénytervezetek módosítása, vagy konkrét törvénytervezetek, ahol a legmagasabb helyre, ahova el lehet juttatni. Hargita megyében jelenleg is vannak jól működő szövetkezeteink. Azonban forrás és hatáskörök hiányában a sok jó megoldás mellett kétszer annyi akadályba ütközünk. Bízom benne, a ma megalakult bizottság kialakít egy párbeszédet a Bukarest és a helyi igények között. Közelebb kerülnek a döntések a helyi igényekhez, fogalmazott Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Mi az a megye vagyunk, akinek 10 éve több övezeti rendezési terven zajlik a munkája. Hargita egység, Csomádbálványos, újabban a Nagyhagymás, a Kelemen-hegység, és jól látjuk, hogy megint nem az összefogási szándékkal van a baj, nem azzal van baj, hogy a hegyeink szépek-e, nem azzal van baj, hogy hegyeinkre van egy elképzelés, nem azzal van baj, akár van egy saját forrás, hogy valamit tegyünk, ami fenntarthatóan, megvédve az erdőt, jelent fejlesztést, hanem megint a szabályokkal, megint a vízfej szabályokkal, a vízfej rendelkezésekkel. Tehát Bukarestnek a legnagyobb kihívása és a legnagyobb feladata az kellene legyen, hogyha Romániának ugye területe közel egyharmada hegyvidék, és igazából vendéglátás, turizmus szempontjából a tengerpart mellett a legnagyobb kapacitás ennek az országnak, lazítsák fel ezeket a szabályokat, változtassák meg a törvényeket, rendezzék újra a normatívokat, és akkor az ilyen hegyvidéki tanácsoknak meg lesz az értelme. Aurel Simeon, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára a hegyvidéki besorolás lehetőségeiről beszélt. Arra ösztönözve a jelenlevőket, hogy minél nagyobb mértékben használják ki és fordítsák javukra. Úttörő projektnek nevezte a kezdeményezést Hargita megye számára, mivel szinte 100%-ban hegyvidéknek számít. Komitetele de masív, grupa munci Romániei sunt împărțiți în 9 comitete de masív. 9 ilyen bizottság létezik, pontosan azért, hogy betarthassuk minden hegység sajátosságaira vonatkozó igényeit. Most a Keleti Kárpátok központi hegyvidékéről van szó, amely 7 megye hegységét foglalja magába, de ennek jelentős része Hargita megye területén fekszik, így a törvény megköveteli, hogy a bizottságot ezen a megyeszékhelyen hozzuk létre. Hogy milyen elvárásaink vannak a 9 bizottságot illetően? Miután létrehozzuk a 9 hegyvidéki bizottságot, megalakul az Országos Hegyvidéki Bizottságok Tanácsa a miniszterelnök elnöksége alatt. Így az információ útja helyi szintről a döntéshozásig jelentősen lecsökken. Veronika Czaranbácsú, az Országos Hegyvidéki Ügynökség vezérigazgatója részletezte a 9 bizottság megalakulása utáni lépéseket az Országos Hegyvidéki Tanács megalakulását illetően. A megfogalmazott leglényegesebb cél az, hogy növelni kell a hegyvidéken élő lakosság életszínvonalát. Bár az ingyenes beavatkozásokat lehetővé tevő keretszerződés nagyobb összegeket biztosít, Hargita és Kovászna megyében kevés fogorvos kötött szerződést az egészségügyi biztosítási pénztárral. Új keretszerződés van érvényben a megyei egészségügyi biztosítási pénztárak és a fogorvosok között. Fogászati beavatkozásra nagyobb keretösszeg áll rendelkezésre. Az áremelkedések miatt azonban ez gyakorlatilag kevesebb ingyenes beavatkozásra ad lehetőséget.
Gyakorlatilag nem tudunk több beavatkozást végezni, számszerűleg ugyanannyit vagy egy picivel kevesebbet, viszont jobban megtérülnek úgymond a költségeink, mert már olyan helyzetbe kerültünk, hogy nem fedezte szinte már az anyagárát sem egy beavatkozás, amit a biztosító fizetett értem. Bár az ingyenes beavatkozásokat lehetővé tevő keretszerződés nagyobb összegeket biztosít, Hargita és Kovász megyében kevés fogorvos kötött szerződést az egészségügyi biztosítási pénztárra. Reméljük, hogy ennek lesz egy ilyen serkentő hatása, hogy több kolléga álljon be az államilag is finanszírozott rendszerbe. Jelenleg sajnos főleg a Hargita Kovászna megyébe nagyon kevés szerződésben álló kolléga van. Szám szerint Kovászna megyébe összesen 20 fogorvos van jelenleg szerződése, illetve Hargita megyébe 48. Szemben a Maros megyével, ahol 110-valahány rendelőnek van szerződése, ez igazából sokkal több orvost jelent, mert van olyan klinika rendelő, ahol több orvosnak is van szerződése. A pénztárak által biztosított összegek nagy részét a gyerekek ellátására fordítják, hiszen 18 éves koráig minden iskolába járó gyereknek és fiatalnak joga van az ingyenes fogászati ellátáshoz. Míg az előző keretösszeg egy fogorvos számára mintegy 25-30 ingyenes beavatkozást biztosított, az új szerződés az áremelkedések miatt ennél kevesebb havi 20-25 térítésmentes kezelésre ad lehetőséget. Volt már a Fénypont, műsorunk a Fönix konyha legújabb kiadásával folytatódik. Én megköszönöm a figyelmet, friss hírekkel jövünk holnap is. Szép estét, viszontlátásra!